Egy reménykeltő irány az NB3 feliraton kívül hivatalos tájékoztatás eddig még nem volt a Tiszafüredi Városi Sportegyesület részéről, hogy vállalja a foci csapat az NB3-as szereplést az önkormányzat, a helyi vállalkozók és a szponzorok segítségével. A bajnokságok indításáról már kiadott a Magyar Labdarúgó Szövetség egy tervezetet, amiben időpontok is szerepelnek, tehát már vannak konkrét feladatok az egyesület számára. Többek között ezekről kérdeztük meg a TVSE vezető edzőjét, Dorcsák Zoltánt. A legfontosabb kérdés természetesen most is az, hogy vállalja-e a TVSE az NB3-as szereplést? Igen, vállaljuk, hál' Istennek, most már kijelenthetjük. Tudna nekem okokat mondani, vagy indokokat arra, hogy mi szólt amellett, hogy igen, vállalja a csapat ezt a megmérettetést, vagy éppen ne vállalják? Néhányat az elhangzottak közül. Elsősorban ugye az anyagiak, mivel egy osztályt ugye fönten megyünk, megnövekednek a költségek, messzebbre kell utazni, többet kell vállalni a játékosoknak mindedzés számban, mindenbe, valamint ugye az utánpótlás, azt is elég nehéz összerakni, ugye több nagypályás csapatot kell indítani, mint a megyébe, és ezeket mind alaposan át kellett gondolni, ugye, hogy... Egy időben nagyon sokat beszéltünk az utánpótlásról, és tulajdonképpen egészen szép eredményeket értek el a gyerekek. Mi a kötelező, hány utánpótlás csapatot, korosztályt kell indítani az NB3-ban? Elvileg négy nagypályás csapatot. Ugye a bozsik korosztályok ugyanúgy megmaradnak, mint a megyébe, de ott elvileg NB3-ban négy nagypályás csapat kell. U14, U15, 17 és 19. Ezek hogy ítéli meg, rendelkezésre állnak-e, vagy ugyanúgy a szervezés alatt van a csapatok összeállítása? Igen, folyamatos szervezés alatt van. Itt még annyi változás lehet, hogy nem jött ki a versenykiírás még az MLS-től. Olyan is van, hogy a U14 nem teljesen nagypályás lesz, csökkentett létszámmal lesz. Ez nyilván nekünk előny lenne, olyan szempontból, hogy könnyebb összeszedni a gyerekeket, de még folyamatban van. Próbálunk minél több környékbeli egyesületet megkeresni, olyan falukat, ahol nincs labdarúgás, és ide csábítani minél több gyereket. Interneten már olvasható egy MLS tájékoztató, ahol még csak tervezett időpontokról beszél. Mennyire konkrét időpontok azok, amiket önök tudnak? Tehát az igazolásokra, a nevezésre az NB3-ba, a bajnokság kezdetére? A nevezés az 3-áig, tehát július 3-áig kell beadni a nevezéseket, a bajnokság pedig valószínűleg augusztus 2-án fog kezdődni. Konkrétan, mint mondtam, még a versenykiírást nem kaptuk meg, de ez az információ van, hogy ezzel a kezdéssel lehet tervezni. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor még egy 19 fős keretről beszélt. Most mi újság van a felnőtt csapatban? Voltak-e mozgások? Mi várható egyáltalán? Várható mozgás. Tudunk olyanról is, aki el fog igazolni, vagy nem fog már futballozni. Tárgyalásokban vagyunk játékosokkal, szeretnénk megerősíteni a keretet. Hát jelenleg van 19-20 játékos most is, aki képben van, de konkrétumokról még nyilván nem tudunk beszélni. Elég sok játékossal sikerült már megegyeznünk a tavalyi csapatból, és folyamatosan tárgyalgatunk játékosokkal, akiket szeretnénk leigazolni. Láttam egy fotót nem olyan régen a csapatról, egészen fiatal most a gárda. Szeretnék is ezt a szintet, ezt az életkori szintet megtartani, vagy azért kellenek az idősebb, tapasztaltabb játékosok is? Mindenféleképp kell minden csapatban egy-két idősebb játékos, de úgy gondolom, hogy igen, inkább a fiatalokba gondolkodunk, fiatal játékosokba, de mint mondtam, nagyon hasznos egy-egy rutinos játékos, nélkülük elképzelhetetlen a csapat, vagy pedig ugye nyilván ilyenkor rapszodikusabb is lehet egy csapat. Az edzőmérkőzésekről láttam már egy táblázatot, mennyire fixek ezek az időpontok, és ha fel tudná sorolni nekem? Hát most így fejből biztos, hogy nem fogom tudni felsorolni. Az időpontok fixek, 4-én játszunk Jászberénnyel először, várhatóan itt Tiszafüreden, úgyhogy ami jó hír itt a nézőknek, hogy régóta nem volt már ugye mérkőzés, meg ugye télen mindig idegenbe kényszerülünk pályahíján, hogy 7 edzőmeccset fogunk játszani, és abból 4-et hazai közönség előtt tudunk játszani, úgyhogy láthatják a felkészülési idő alatt is a csapatot.
Hogyan kezdenek hozzá a partnerek, az edzőpartnereknek a megkereséséhez? Hiszen most vagy utolérhetők voltak egy-egy csapatok, és azoknak a vezetői, vagy nem. Tehát elindult a telefon körbe-körbe, hogy ki az, aki ráér, ki tud eljönni, hova tudunk elmenni. Igen, ez mindig így van, ugye megy a telefonálgatás, megvannak azért a kapcsolatok nagyjából. Edzőmeccsekre azért nem nagyon szeretünk, ugye senki sem messzire menni, próbálunk itt a környékbeli csapatokkal játszani. És ugye, hát össze kell szedni gyorsan mindig magunkat, mert ki hamarabb, ki később kezdi el ugye a keresgetéseket, és volt már olyan csapat, akinek teljesen be volt elve, volt, aki még el se kezdte, ez is változó. Nem láttam még arról listát, hogy végül is az MB3 hogyan fog kinézni. Önnek van-e erről információja? Hány csoport lesz például? Nincs információ, annyi információ van, hogy három csoportos MB3-at akarnak, mert ugye szóba került, hogy talán 4 csoportos is lesz, de 3 csoportos lesz. Arról sincs, hogy most 16 fővel vagy 18 fővel lesznek, ugye meg kell várni az MB1-ből is a kiesőket, mert az MB1-es csapatok utánpótlásai is alanyi jogon MB3-ba szerepelhetnek, úgyhogy nem tudunk semmilyen leosztást még, hogy melyik csoportba kerülünk, hogy. Mint mondtam, ugye július 3-áig lehet nevezni, utána már majd nyilván be tudják osztani a csoportokat, meglátják, hogy hány csapat adta be a nevezést. Ez a nevezés pontosan mit is jelent? Tehát mennyire kell konkrétan a csapatneveket felsorolni, edzőnevét, esetleg a fenntartó egyesületet megnevezni? Ezt ugye nem én intézem, konkrétan nem tudom, de van egy licensz, amit ugye megkaptunk, az alapján lehet nevezni, és egy e-mailt kell küldeni, hogy igenis szeretnénk az MB3-at vállalni, utána meg már a papír dolgok, az már más történet. Az MLS közzé tett egy augusztus 2-i időpontot, de azt írta oda, hogy ez még csak tervezett. Önök terveznek-e már augusztus 2-ára valami? Hát bajnoki mérkőzést, ezáltal ugye az MLS ezt mondta, tehát mi is úgy terveztük, tehát az edzőmeccsek is úgy vannak, hogy ott már nem szerveztünk edzőmérkőzést, hanem ott már bajnoki mérkőzéssel számolunk. Edzőmérkőzésekről már beszéltünk a múltkor is. Milyen a csapat most? Hogyan mozognak a fiúk? Milyen gyakran tud tartani edzéseket? Most ugye heti egyszer edzünk. Próbáltuk egy kicsit így összetartani a brigádot ugye itt a nagy kihagyás után. Jövő héttől viszont már elkezdjük a felkészülés. Még először ilyen ráhangoló héttel, heti 3 edzéssel, és 29-től pedig már rendes munkával elkezdjük a felkészülést. Azért ez nem lesz egyszerű a fiúk számára az egyezés után heti 4-jel dolgozni. Ezek az edzések délután vannak? Tehát nem tudom, a csapattagjai munkahelyi elfoglaltságok hogyan érnek rá? Tehát hogyan lehet ezt egyáltalán tervezni? Nálunk itt már évek óta úgy van, hogy amatőr szintről beszélünk, hogy itt csapatzöme dolgozik, vagy tanul ugye a fiatalabbak, és csak este tudjuk megvalósítani az edzéseket. Tehát itt mindig este 6 órakor voltak az edzések, ami most arról is szó van, hogy lehet, hogy kitolódhat, pontosan ezért a vidékről érkezőknek, meg aki munkából jön. Beszéljünk még egy kicsit az utánpótlásról. Gondolom ez elsősorban iskola függő is, mert hiszen többnyire akkor érhetők utol a gyerekek. Kik most az edzők, változatlan-e az összetétele az edző kollégáinak? A gyerekekre mennyire számítanak, vagy mikortól számítanak? A gyerekekkel folyamatosan edzünk, ugye amint vissza lehetett állni arra, hogy edzéseket lehet tartani a gyerekeknek, mi onnastól kezdve a heti 3 edzéssel vagyunk, tehát minden héten 3 edzés van a gyerekeknek. Itt náluk majd most lesz jövő héttől egy 2 hetes kis nyári szünet, és utána pedig folyamatosan megy tovább majd a munka. Az edzői stáb az ugyanaz, mint volt. Abban nincs változás. Amit kiemelnék még, hogy ugye az MB3-ba lehet női csapatot is indítani, vagyis hát nem csak az MB3-ba, de mi tervezzük azt, hogy lánycsapatot is indítanánk, U16-os lánycsapatot. Itt a tornatanárok segítségét kérjük ki, és úgymond akkor velük majd bővülni fog a szakmai stáb, és reméljük, hogy össze tudunk annyi lányt szedni, hogy el tudjunk indulni valósan a bajnokságban. De akkor ennek már van valami magja, ennek az U16-os csapatnak, ők középiskolások az életkorukból adódóan, tehát ők játszottak már valahol, vagy egyáltalán ismerik a lányokat, hogy hol is kell majd keresgélni? Igen, mint mondtam, ugye ezt úgy indítottuk el, hogy tornatanárokkal beszéltünk ugye a gimnáziumba is, meg itt a másik iskolába, és ők mondták, hogy vannak lányok, akik fociznak, látta őket focizni, és szerintem megvalósítható lenne ez.
Számukra is rendes bajnokság van? Igen. Ott nem tudjuk, hogy milyen kiírással még, de mert ugye az is változhat, de rendes bajnokságban játszanak ők is. Ezért mindenképpen új és friss hírek. Köszönjük szépen a beszélgetést, hogy drukkolunk akkor felnőtteknek, gyerekeknek, fiúknak és lányoknak is. Köszönjük szépen.